Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik. Hát nem minden tanulóként sajnos túl teljesítettük a tegnapi tőzsdei kereskedést, mert a többiekhez képest nagyobbat esett a buksz majd Endre elmondja, hogy azok mennyivel úszták meg a külföldi részvényindexek. Nálunk majdnem 1,6%-os volt a mínusz 48.525 pontig ment a Bux vissza. Hát nem csoda, mert hogy a vezető papírok közül mindegyik nagyot zakózott. A legnagyobbat majdnem 1,8%-ot az OTP 16500 forintig ment vissza, aztán 1,6%-ot a Richter 8155 pontot értek a gyógyszerpapírok záráskor, a MOL megúszta 1,2%-kal és 2414 forinton zárt. a Telekom is esett Majdnem 1%-ot, 420 forintig, és súlya volt a vége a kisebb papíroknál is. Az Opus például elég nagy forgalomban esett, majdnem 5 ot 251 forintig, ugye hol van már a Mészáros Lőrinc interjú, ahol azt mondta, hogy szerinte 350 forintot érnek az Opus részvények, valamiféle mini rally elindítva ezzel a papírok piacán, hát még az a 100 forint elég messze van, és esett egy nagyot a 4 is, majdnem 1,4 ot Nézem, hogy még milyen forgalomban és kik voltak azok, akik esetleg értelmezhető Dolgot csináltak. Hát talán az akkúnak a, a forgalma volt még szemmel látható, amelyik 3% fölötti mínuszra zárta a tegnapi kereskedési napot, és hát az erősödést illetően nem is nagyon találok olyat, amelyik értelmezhető forgalomban erősödött volna. Úgyhogy a budapesti papírok közül, úgyhogy átadjuk a lehetőséget Kántor Endének, hogy mondja el, hogy mi történt külföldön, főleg a FED miatt. Igen, hát érdekes volt, mindenki a Fed döntésére várt, a vártnak megfelelően az eddigi szinten hagyta az irányadó kamatot a Fed nyílt piaci bizottsága, és a havi 120 milliárd dolláros eszközvásárlás keretösszege sem változik, viszont az idei inflációs prognózist jelentősen megemelte az amerikai jegybank, azonban azt mondták, hogy ez csak átmeneti ugrás lesz, úgyhogy a dollár az pillanatokon belül erősödött is erre a döntésre, viszont a sajtótájékoztató végére állt meg a dollár erősödése, és utána stabilizálódott az árfolyam, kicsit megnyugodott a dollár. Szóval a lényeg az, hogy az inflációs előrejelzéssel kapcsolatban azt mondta Jerome Powell, hogy ez 18 különböző ember prognózisa, amiben természetesen vannak kockázatok. Úgyhogy érdekes volt minden esetre a sajtótájékoztató. Ami az amerikai tőzsdét illeti, nem reagált túlságosan jól erre, meg úgy alapvetően se volt jó napja a tőzsdének, a Nasdaq 0,2 os mínusszal zárt az S&P fél százalékos mínuszban, a Dow nagyobb, mint fél százalékos mínuszban fejezte be a kereskedést, és hát Elég sok papír csúnyán megjárta az Oracle, például 5,6 os mínusszal zárt a Citigroup 3 fölött, tehát 3 fölött, a Walmart is 2 fölött. A HP majdnem 2%-os minusszal, és a Boeing is 1,8%-os minusszal fejezte be a kereskedést. Hogyha pedig megnézzük azt, hogy kik voltak a nagy nyertesei a tegnapi napnak, akkor azt látjuk, hogy például itt van a Bank of America 0,5%-os plusszal, vagy az Occidental Petroleum, ott, ott majdnem 4,6%-os plusz jött össze másfél százalékot tudott erősödni a General Motors is, tehát ezek ilyen S&P tagok, ugye, és itt nézzük, de tényleg jól jártak többen is. Azt mondja, még ilyen nagy papírokat nézzünk meg. Hát igen, az oracle azt mondtam, nagyon csúnya napja volt, és még a Citigroupot lehet kiemelni, 3,2%-os minusszal fejezte be a kereskedést. Jelen pillanatban Ázsiában ilyen vegyes körkép van, a Nikkei éppen 1% fölötti minuszban, Shanghaiban és a hongkongi piacon viszont pluszban az indexek 0,2% mind a kettő és hát Európát Megnézve azt látjuk, hogy a futsi egy picit emelkedett 0,2%-kal, amit talán érdemes kiemelni, hogy az európai piacokon mi történt. Ehm, igen, a DAX az 0,1%-os mínuszban zárt. 38.873 dollár jelen pillanatban a bitcoin, hogyha a kriptókra is ránézzünk egy picit. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Nagyorsan gyorsan megyünk tovább. Ki jön a hírekkel? Mit gondolsz? Kérlek csak szépen, nem, nem tudom, mert nem tudom. Egy, épp egy, egy létért való küzdelem folyik a hírszerkesztő hölgynek a az irodájában. Egy, dar, jön. egy darázs, egy darázsal küzd éppen, úgyhogy nem tudom. Nincsenek híreink arról, hogy ki felül ebben a küzdelemben, úgyhogy nem tudom, hogy ki fog híreket mondani. Vagy a Zollerandi, vagy statikus zümögést fogunk hallani a hírek alatt. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millásreggeli. Millás